Dipöljekkel. És mindenféle ízes falatokkal. Hoj! Pá! Adj Isten jó estét, valahányan vagytok! Ha fittok, nem fattok, és soha meg nem fagytok! És húgol. Jó, figyelj! Ha eleget tesztek, becsület szavamra. Éhesek nem lesztek. Ha! Záradi! Azt tesztek, ne lesznek, mert bátor a dalom. Ilyen a kurvák szíjjel! Meg az irodalom. Iván, ki ez az őrült? Úgy a klubban, ami alkalmi költünk. Hogy? Magát még fel sem világosították kilétemről. Majd mondja is csak! Ismeri maga Tolstojt a Leo. Természetesen. Ismeri maga Fyodor Mihajlovics Dostojevszkij? Igen. És ismeri maga Maxim Gorki? Igen. Ismeri maga Jemeljan Alexandrovics Senosonni? Köszönöm! Jaj, Alexandrovics Csernosomlis nem ismeri! El vagyok én! Ügyülök minden más költőre! Mi? Nem kérem ingyen! Fizetek azonnal egy... Költemény, nyam, nyam! Azt mondjam! Ez költemény! Hiszem a túlorszul el! Nem ütésre írj meg egy akkora darab kolbászt, amikor át elemeltél! Fókassuk költét! Fókassuk költök? Ez van vissza azonnal! Nézzétek meg ezeket az izmokat, ha? Tessék sem megnézni, na, tessék! Ugyan? Tessék szintén megtapozatni! Ennél! Az a lényeg, ha én ma! Itt tartom. Hol? Szóval nem lehet róla. A szoba 400%-ig megtel. Az egyszer rosszul számoltál. Hogy? Megházasodtunk. Kik házasodtak meg? Mindannyian. Az egész kis kollektíva. Én táját kívánok, mi lehetett el? Fordítva. És? Van bátorsága lesz ilyen egyszerűen a képembe várni? De jövőre persze be a harcom! Ha megpukkattuk is, én itt tartom! Szeretettel köszöntöm Nagy Miklóst, a darab egyik szereplőjét és a rendezőjét. Mi ez a Tália Szekere Alapítvány? Tália Szekere Színházi Alapítvány, hogy pontosan fogalmazok. Ez egy egy éve működő dolog, amit Szalai Zsolt talált ki, aki aztán azóta az alapítvány menedzsere, titkára. Én, mint elnök, közreműködöm még a dologban. Ez egy színházi alapítvány. Színházi előadások létrehozására létesült. Ez az egyik fő ága. Olyan színművészek jelenlétével, vagy megkeresésével, akik tehetségük közmértem kevésbé vannak foglalkoztatva. Ezen kívül még foglalkozik sok más mindennel az alapítvány. Szép magyar beszéd ápolásával, pódiumműfaj felélesztésével, étszellenes mozgalommal, tehát egy csomó olyan dologgal, amivel ma nem igen szokás foglalkozni. Na és ez az alapítvány a színházi működéséhez
kapta meg az engedélyt arra, hogy Rutka Éva nevét, mint Rutka Éva Színház használja. És hogyan verbúválódnak a színészek ez a kis alapítvány? Alkalmi társulatok vannak. Kitalálunk egy darabot, vagy megkeresünk egy darabot, aztán azokra a szerepekre megpróbáljuk a már említett feltételek mellett a legjobbakat megtalálni. Ez egy szerencse pálya ez a miénk. Tehát akiről ma úgy fogalmazunk, hogy tehetségéhez mérten kevésbé foglalkoztatott, az nem, az magyarul egy rosszabb helyzetben van, mint a sztárok, akikről minden nap tudunk, akik a filmekben az az 5-6, akik minden filmben benne vannak. Ezek nagyon jó színészek és nagyon tehetséges színészek, csak az életük, a sorsuk, a pályájuk valami miatt úgy alakult, hogy nincsenek igazán nagyon jó helyzetben. Igen, ez egy abszolút érdekes millió, ahol vagyunk, egy picike színház, emberléptékű. Ez a darabhoz például mi szerint válogattad az embereket? Karakterszínészeket kerestél, vagy elég volt azonosulni a szereplőkörrel, és már is beilleszkedtek a darabba? Ez egy nagyon régi monomániám ez a darab nekem. Én nagyon kedvelem, mert nagyon jónak tartom. 5 kiváló szereppel, és egy nagyon, nagyon jó színpadi helyzettel, és hát egész egyszerűen figurákra kerestünk szerepeket, szereplőket. Tulajdonképpen voltak fokozatai, hogy megvolt előbb az egyik hölgy, akkor annak nyilván a kontráját kellett megkeresni figurában, természetben. Aztán amikor őt megtaláltuk, akkor elkezdtük a fiúkat kutakodni, hogy akkor most a lányokhoz melyik pár, vagy melyik fél lányhoz melyik fiú illik, hogy lehet őket összehozni, aztán végül is így alakult ki a stáb. És miért pont erre a darabra esett a választás? Mondom, alapvetően azért, mert színészileg nagyon jó a darab, nagyon színész darab, tehát minden csillogását, minden tehetségét egy színész meg tudja mutatni, ugyanis komédia, vígjáték, de akkor igazán jó természetesen minden, hát hiszen minden vígjáték, minden komédia akkor jó, hogyha közben nagyon komolyan van véve, színészileg. Tehát nagyon sok mindent lehet a mesterségből megmutatni, és nagyon sok mindent lehet a tehetségből megmutatni. Alapvetően ez volt az egyik. A másik szempont az hogy ez egy nagyon jó darab. És azt mondtam, hogy az alapítvány olyan dolgokkal foglalkozik, amivel most nem szokás, vagy nem divat, vagy valami miatt különlegesség. Most ma Magyarországon elővenni egy szovjet darabot, ez egy különlegesség, hála Istennek. Orosz klasszikusokat sem játszanak ugye a sok-sok rendszerváltás, ugye a több rendszerváltás óta, mert nem szabad, meg nem tudom, mert az oroszokkal baj van. De hát Csehov az Csehov, ha a fejünk tetejére állunk, akkor is. Most a Katajev akkor is Katajev, a távolban egy fehér vitorlát én például nagyon szerettem gyerekkoromban, elég régen olvastam, de valószínűleg, hogyha ma elolvasnám, akkor ugyanúgy szeretném, mint gyermekkoromban, függetlenül a politikai őrületétől. Most a kör négyszögesítése az egy jó darab. Szovjet darab az egy szovjet darab. Tök mindegy, ez egy nagyon jó darab. És nagyon jó szerepek vannak benne. Tehát én úgy gondolom, hogy amiatt, hogy most politikai, elmélyült gondolatokat vigyünk bele egy helyzetbe, amiatt nem kell feltétlenül dobni azt, ami jó. Aztán nagyon jó volt a hangulat végig a darab alatt. Következő tervek, lépés? Következő az egy, hogy hívják, tyúklépés, ugye, ami nagyon rövid és nagyon szűk. Ugyanis ma van hétfő, mint ez ma kiderült számomra, és pénteken újabb bemutató következik. Ugyanitt a Dominón Újé Ligeti Gicsek kávéházi vackolka század előn. Ez a címe a dolognak. Ez egy 20-as, 30-as évek pesti kabaréjából egy összeállítás olyan szerzőkkel, mint a Karinti Frigyes, Szépernő, Gábor Andor, zeneszerzők közül Eizemann például. Tehát elég jó az anyag, elég izgalmas az anyag.
Új Fentén szerintem nagyon jó csapat alakul ki a dologhoz, Koltai Judit, Hol Zsuzsa és Pálfai Péter, plusz egy százongorista, zongoránál Simon Péter fog majd ülni. Megpróbálunk, ugye azt mondtam, mondogatom több egyszer, hogy olyan dolgokkal próbálunk foglalkozni, ami nincsen. Ma játszanak kabarékat, de mi megpróbálunk valami olyan fajtát kitalálni, vagy föleleveníteni, ami nincsen. Tehát egy echte kabarét. Hogy mitől lesz ez echte kabaré? Többek közt attól, hogy például előtte, utána, szünetben lehet fogyasztani, lehet újságot olvasni, be lehet ülni, be lehet jönni ebbe a picike kis helyes helyiségbe, ami a dominó színpad. A többek közt attól lesz, hogy ugyanúgy tulajdonképpen, ahogy ez régen működött, 20-as, 30-as években ez a műfaj, ugyanúgy megpróbáljuk azt a Pestet felidézni, annak a Pestnek a nagyon erős humorát, de azt a líráját, azt a látságát, azt a költészetét is, amit például a Szépernő vagy a Kosztolányi idéz, ahogy akkor bebedobtak időnként, belecsempésztek egy Ady Reinit dalt például a dologba. Nálunk itt most még nincsen, de valami ilyesmi izgalma lesz a dolognak, egy ilyen furasága lesz a dolognak, és hát ami remélhetőleg, hogyha ez egy hosszabb távú sikeres előadás lesz, ha ez várható, akkor megpróbáljuk azt a hagyományt is követni, hogy cserélgetjük a műsorszámokat. Tehát amikor egy-egy jelenet, vagy egy sanzon, vagy egy kuplé kifárad, vagy a nézők nem kedvelik, vagy mi úgy érezzük, hogy találtunk egy jobbat, akkor le fogjuk cserélni. Tehát aki több egyszer megnézi esetleg a műsort 3 havonta, akkor az nem mindig ugyanazt fogja találni. Mindig talál valami új jelenetet, valami új izgalmat, ami miatt esetleg érdemes újra és újra eljönnie. Hát aztán sikerült kedvet csinálni a következő darabhoz is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Aztán ennél jobb médiában nem is köszönhetném a színészeket. Itt Vászi, Ludmilla és Tánya. Mit jelent nektek ez a darab? Hú, hát nekem egy nagyon kedves emléket, mert pontosan 11 évvel ezelőtt játszottam ezt a Miskolci Színházba, de akkor a Ludmillácska voltam még benne, úgyhogy ez most nagy öröm volt, hogy újra eljátszhatom, ráadásul a másik szerepet. Nagyon érdekes lehet, és mit jelent ez a váltás? Más aspektusból, vagy más szemszögből nézed, hogy éled meg? Egyszerűen annyit jelent a váltás, hogy azóta én is 11 évvel idősebb lettem, és nyilván már Ludmillácskát nem igazán tudnék játszani. Másrészt pedig akkor, 11 évvel ezelőtt is, én nagyon vágytam arra, hogy a Ludmillácska helyett a Tányát játszom. Akkor ez beteljes volt. Na most hát ez nagyon jó a labda, mert ugyanis abszolút egykorúak vagyunk, én viszont Ludmillácskát játszom, de nekem nagyon nagy élmény és nagyon nagy öröm, miután majdnem 6 éve most vagyok először igazi felnőtt színházban, színpadon, tehát felnőtteknek szóló darabban. És hogy kerültetek ebbe a millióbe, ebbe a társulatba? Hát van ez a mi alapítványunk, amit úgy hívnak, hogy Thália Szekere Színházi Alapítvány. Ez a Thália Szekere Színházi Alapítvány működteti a Rutka Éva Színházat, és ennek a Rutka Éva Színháznak, illetve az alapítványnak és együtt a színháznak, hú, de bonyolult, a célkitűzése az, hogy a kevésbé foglalkoztatott, szabadúszó, tehetségükhöz mérten nem eléggé foglalkoztatott színészeknek lehetőséget adjon. Hát én így kerültem bele. Nem is Vászló, aki nagyon klassz karaktert játszottál végig. Úgy kerültem bele, mint Pilátus a krédóban, mert én elég sokat dolgozom. Én teljesen véletlenszerűen kerültem ebbe bele. Szerintem felütötték a színész lexikont, ahogy elmondták. Abban volt egy fiatal lánykori képem, és úgy gondolták... És még szerény is. Igen, úgyhogy én esetleg azzal a fizimiskával, amivel rendelkezem, el tudom ezt játszani. Én viszont már lassan a Gorió apóra készülök, mert már öreg vagyok, mint a csataló. Úgyhogy... De ezzel... Azért nem így gondolom. Ez ellen tiltakozunk csoportosan. És hogy zajlik mondjuk egy próba? Mert nagyon jó kedvű volt a darab végig, élvezte a közönség. Hogy zajlik? A próba is nagyon jó kedvűen zajlik, én szerintem. Igen, amikor összeveszünk a dolgokon. Igen, de ez már csak az utolsó időszakban volt, amikor hát elég sok minden problémánk volt, ugye
akkor később jöttek a kellékek, mint azért ez egy igazi színházban hát illik, de hát ez erről mi tehetünk, úgyhogy amikor úgy minden egybe jött, a díszlet, a jelmez, a kellék, akkor egy kicsit idegesebbek voltunk, de az elején azt hiszem, hogy remek próbahangulat volt. Gondolom segítitek egymást a színpadon, adtak azért tanácsot, segítséget. És milyen érzés a rendezővel együtt játszani? Hát, ezt igazából a rendező mondhatná meg, hogy neki milyen nehéz az, hogy azokban jelentek be például, amiben benne van, hogy az kívülről soha nem látja. Tehát ez szerintem engem abszolút nem zavart, vagy nekem semmi különösebbet nem jelentett, hogy a rendező, a partnerem. Ezt szerintem csak ő zavarhatta, hogy azokat a jelenteket soha nem látja kívülről, amikben mondjuk velem van, vagy amiben a Csillával van. De azért hozzá kell tenni, hogy volt segítsége, illetve van segítsége, Koltai Judit, aki játékmester címen dolgozott velünk, és hát ő azért azt hiszem, hogy elég megbízható ember, jó szemmel nézte, igen, ezeket a jeleneteket, amiben hát a Miklós nem tudott ugye kívülről nézni önmagát, nem tudta. Következő darab mire? Játszol-e még? Én a Víg Színházba, igen. Már elkezdek jövő héten próbálni. Csak nem szokhatsz el a Dominó színpadra? Nem tudom, ez egy alkalmi felkérés volt. Nem tetszett? Nem tudok semmit sem mondani. Tényleg nem tudok semmit. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen.